Igen, sziasztok, lehet hallani rendesen? Királyság. Szóval Szabados László vagyok, és egy kicsit a karakterről és a környezetről szeretnék nektek beszélni. Itt először szeretnék végigmenni pár fő ponton, témán, amit érinteni fogok az előadásban. Legelőször az environment designról, ez főleg a környezeti dizájnra fordítható le magyarra, a látványtervezésnek egy alága. A szórakoztatóiparon keresztül szeretném majd ezt bemutatni, amit én egy kicsit bővebben ismerek már. Majd innen áttérnék a karakterre és a környezetre, hogy ezek hogyan tudnak együttműködni, miért fontos az, hogy a környezetet az ugyanúgy megtervezzük, együtt tervezzük a karakterrel, és ezeknek milyen problémái merülhetnek föl útközben. Majd harmadik pontként egy demón keresztül egy vázlatot készítettem erre a rendezvényre. Ezen keresztül szeretném bemutatni, hogy én hogyan állok hozzá egy tervezéshez, amikor egyszerre egy karaktert próbálok belehelyezni egy környezetbe. Mielőtt még viszont belekezdek, egy kicsit szeretnék magamról mesélni, hogy így kb. Tudjátok, hogy mit csinálok, és tudjátok kötni utána majd az általam elmondottakhoz. Én per pillanat a Képzőművészeti Egyetem festőszakán tanulok, most harmadéves vagyok. Mellette 2 éve dolgozok most már a szórakoztatóiparban látványtervezőként. Itt főleg számítógépes játékokon, filmeken, animációs filmeken folyik általában a munka. Ezek alatt, ezekben dolgozik a concept artist, aki én is vagyok. És valamikor még 2 évvel ezelőtt kezdtem egy mobiljátékfejlesztő stúdióban, ott beülős munkában, majd utána mentem át szabadúszóvá. Ez így egyetem mellett sokkal barátibb, mert mondjuk nem kell bent lenni egy ilyen 6-8 órát, még az egyetemi előadások mellett egy állandó munkahelyem. Szabadúszni pedig most 1 éve kezdtem el a Digic Pictures-nél. Ott főleg ilyen triplás, nagyon magas minőségű kategóriái számítógépes meg konzoljátékoknak a videó előzeteseit és átvezető videóit készítjük. Itt például volt szerencsém dolgozni a League of Legends-nek a legújabb van kikerült trailer videóján, úgyhogy így barom jó. Hát mellette ezek mind saját munkák, amiket bemutatok. Ezekben, ahogy látjátok, én pont a környezet tervezésével foglalkozok. Ez az egyik munkaköröm, ott meg mellette a kulcsképkockáknak a tervezése, amiről még a későbbiekben fogok beszélni. De ezeknél a képeknél mindig szeretem megragadni a hangulatát, nekem ez a legfontosabb az egészben. Ez is kommunikál mindig valamit a környezetről, a történésekről, a fényviszonyokon keresztül és érdekes kamerabeállításokon keresztül megtalálni a különlegesebb hangulatokat. Mellette próbáltam úgy beválogatni munkákat, hogy lássátok, hogy nem csak egyféle stílusban dolgoznak általában a látványtervezők a szórakoztatóiparon belül, és nekem is ez ilyen nagy szívügyem, hogy mindig találjak újabb és újabb technikákat, stílusokat, amikkel lehet kísérletezni, és amik optimálisak lehetnek egy-egy munkafolyamathoz. Ebben nagyon sokszor benne van az, hogy Photoshopban festünk, 3D modelleket készítünk, amit utána tovább lehet dolgozni Photoshopban. Nagyon vegyes technikákkal, éppen hogy határidők hogyan kívánják meg. Ez az utolsó kép a portfóliómban, amit most elhoztam. Ez az a vázlat, aminek majd a folyamatát be fogom mutatni a későbbiekben. De előtte egy kicsit beszélnék akkor az environment designról. Ez az a munkaterület nagyjából, amin én is dolgozok. Ez egy része, amin én is dolgozok. És hát ez főleg, ahogy itt látszódik is, a szórakoztatóiparon belül az egyik munkafolyamati rész. Itt nagyon fontos az, hogy egy stúdiónál többféle területre oszlik szét a munka a látványtervezők között.
külön tervezik a karaktereket, külön tervezik a környezetet, külön terveznek vizuális effekteket, és minden egyes komponensét az adott játéknak, filmnek, de nagyon sok esetben még képregényeknek is. Itt az environment designernek főleg az a célja, hogy van ugye valamilyen alap sztoria általában egy ilyen játéknak, valami világ, amit föl kell építeni, valami történet, ami ebben a világban játszódik, és nekünk az a feladatunk, hogy kommunikálva legtöbbször rendezővel, vagy forgatókönyvíróval elkészítsünk olyan terveket, amik tükrözik az ő elképzeléseiket, ami természetesen az idő nagy részében nem szokott működni, mert van valamilyen elképzelése az embernek, ezt kérdés, hogy mennyire tudja pontosan átadni, kérdés, hogy a másik fél is mennyire érti meg, de egy idő után ezek közös nevezőre szoktak jutni, úgyhogy nagyon kifizetődő is mellette szerintem a maga a környezeti tervezés, mert konkrétan tényleg egész világokat lehet fölépíteni, megrajzolni, megálmodni, kezdve a várkastélyoktól, űrhajók, másik bolygók, teljesen alternatív dimenziók, minden. És vicces, mert különben leegyszerűsítve ezt el is lehet mondani, hogy a teljes munkaidőben várakat és kastélyokat rajzol az ember. És akkor itt visszatérve, hogy nagyon fontos kérdések fölismerülnek a tervezés folyamán, amikor a környezetről beszélünk. Nem mindegy, hogy mikor játszódik a történet, hol játszódik a történet, vagy adott esetben mit tud leírni az a környezet, amit megtervezünk. Ez azért is fontos, mert ugye megvan az alaptörténet, szituáció, ami behatárol nagyon sok esetben ilyen információkat. Ezek alapján kell keresnünk referenciát, kapunk is referenciát. Például, nem tudom, egy ókori Egyiptomban játszódó történet, amellé természetesen az ókori Egyiptomból fogunk keresni referenciákat, hogy milyen épületek voltak abban az időben, abban a területen, milyen éghajlat volt, hogyan nézett ki ez az egész, és a referenciák nem egyszerű lemásolásával, hanem újratervezésével kell készíteni valami félig meddig újat. A környezet azért is nagyon fontos, hogy mit tud leírni, mi az, ami található benne. Meglátsz-e a földön eldobott csíkeket egy szobán belül, és már látszódik, hogy régen nem volt kimosva a lepedő, akkor ez is jelent valamit, hogy ki lakik ott, hogy mikor használták utoljára, milyen állapotban lehet maga a helység. És például egy-két példa erre, hogy mind a kettőn a környezeti látványtervezés része, az environment design része. A baloldali például az egyik hollywoodi látványtervezőnek egy saját munkája. Itt is látszódik, hogy milyen industriális épületeket, erőműveket és anyahajókat, egyebeket talált meg magának témának, amikből föl tudott építeni valamit. Ehhez képest mondjuk a jobboldali, a legújabb Assassin's Creed-hez készült egy ókori görög templomot ábrázoló látványterv. Stílusban is különböznek, ez mind az adott projekt válogatja meg, hogy mit kíván a látványtervezőtől. Itt, amikor már eljutunk odáig, hogy a karakter belekerül a környezetbe, akkor ez többféleképpen jelenhet meg egyrészt. Az egyik az, amikor már a sztori szempontjából érdekes jeleneteket kell ábrázolnunk. Ez, ebben a két esetben például két nagyon erős látványtervezőnek a munkája. Mindegyik bemutat egy történetet. És amiért én elmondtam, hogy a környezeti tervezők, environment designerek mivel foglalkoznak úgy általában, az az, hogy itt is lehet látni, a karakter és a környezet dizájnban illik egymáshoz, referenciákat, valószínűleg hasonlóakat keresett az illető, és a két téma úgy tud jól együtt működni, hogyha egységesen építik föl mind a kettőt.
Másik két példán keresztül ugyanígy a kulcskép kocka tervezés. És akkor most kicsit jobban ebbe még bele is mennék a kulcskép kockákba, hogy ez pontosan mit jelent, és mellette még a karakterek tervezésére egy kicsit kitérni. A karakterek tervezésére ugyanaz igaz, mint amit elmondtam a környezetre, ugyanaz meg kell vizsgálni, hogy mikor játszódik a történet, ebben a történetben szereplőről beszélünk, ugye, mi az, amit csinál, milyen személyisége van, milyen idős, milyen ruhát hord, ezek mind meghatározzák. Más pluszban fog ábrázolni az ember valakit, aki teljesen depressziós, mint aki iszonyú boldog és vidám, és kirobban az energiától. És ezt, amikor belehelyezzük a környezetbe, meg tudjuk majd támogatni az oda megtervezett elemekkel. Amit én eddig elmondtam, ez ugye a különálló ágakról szól, amikor külön terveznek karaktert, külön terveznek környezetet. Itt jön a kulcskép kocka tervező. Ez is például egy feladatom a Digic Picturesnél, hogy egy-két kulcs jelenetet megfogni egy képkockában, egy történést, egy cselekményt, ezt elmesélni a gesztusokon, az arckifejezéseken, világításokon, hangulaton és az egész dizájnon keresztül. Utána ezekre még fognak ráépülni mindig más részei a gyártási folyamatnak, de ezt már nem fogom elmondani. Szóval a demón keresztül akkor most egy kicsit beszélnék arról, hogy hogyan is gondolkozunk akkor, amikor fölépítünk egy kulcskép kockát. Ez nagyon igaz az illusztrációkra is. Nagyon hasonló a kettő terület, mert végül is kulcskép kocka illusztrátornak is lehetne hívni azt, amit azt a munkát, amit csinálunk. Lényegében legelső lépés egy vázlat. Itt én előre gondolkoztam, ezt majd később ki fogom fejteni, hogy a kompozíció szempontjából miért így választottam ki az alapot. Az nagyon fontos szerintem a vázlatolásnál, hogy viszonylag egyszerűen építsük fel az egészet, nagyon rövid idő alatt ne fordítsunk rá több időt, egy negyed óra, fél óránál. Sok változatot is, hogyha készít az ember, akkor utána ki tudja találni, hogy melyik az, ami a legjobban működik. Ebben az esetben én most ezt választottam. Itt az elején figyelek arra is már, hogy milyen kamerabeállítással szeretném látni a jelenetet. Majd utána később már benne volt, hogy a kontrasztok azok hogyan fognak megjelenni. Ezeket mind szépen lépésről lépésre elmondom. A vázlat maga az sokszor festésben, sokszor ilyen rajzosabban szokott megjelenni. Ezt mindenki váltogatja magának, úgy gondolom, hogy nincsen két ugyanolyan munkafolyamat. Én is szoktam váltani néha vonalasan, néha egy kicsit festőjesebbre, amikor például kettő vagy három tónusban egy fekete, középszürke és egy világosban fölvázolom magát a kompozíciót, amihez utána tudom tartani magamat a képkidolgozásánál is. Itt a legelső lépés, amire gondoltam, az, hogy milyen formákat szeretnék a képre. Itt főleg látszik, hogy ilyen geometrikusabb és főleg négyzetes formákból próbálom építeni a képet. Nincsenek benne nagyon éles háromszögek, és nincsenek benne körformák. Ez azért érdekes, mert ha megnézzük a négyszöget, háromszöget, kört, mindegyiknek egy kicsit más hatása van, ahogy az ember ránéz. Más fog érezni. Ezek, hogyha formában, sziluettben megjelennek a képen, még akkor is, hogyha nem ennyire szimmetrikusan és tökéletesen, akkor is ad egy hangulatot neki. Nagyon sok hegyes elem az veszélyesnek hat. Tüskés, telerakod a környezetet tüskés bokrokkal és nagyon hegyes sziklákkal, akkor esélyesen az valami nagyon veszélyes, egy vulkán, biztos ott van valami sárkány, vagy valami. A négyzetes forma az általában
ilyen szolíd, stabil érzést szokott adni. Ilyen nagy masszív épületekre lehet például gondolni, amiket, hogyha úgy ábrázol az ember illusztráción, látványtervben, hogy látszik a monumentalitások, látszik az, hogy mennyire szögletes és milyen stabilan áll, akkor az is ad egy ilyen valamilyen stabil érzetet. Ez persze utána világítással, meg a kamera beállítással lehet változtatni, hogy ez most nyomasztó hangulat legyen ez a stabilitás, vagy pedig egy boldogságot érezzen tőle az ember. Körülalakú az általában valamilyen megnyugtató forma, komfortos érzetet szokott adni. Erre nagyon sokan nem szoktak figyelni a dizájnoknál, de szerintem nagyon fontos, hogy az egész képnek a forma nyelvezete az ráépüljön ezekre az alapelemekre, mert ez az, ami befolyásolja a nézőt, és a szórakoztató iparon keresztül ezekkel a termékekkel igazából ezt szeretnénk elérni, hogy befolyásoljuk az ember hangulatát, horrorjátékkal meg akarjuk ijeszteni, a valamilyen vidám kalandjátékkal, Mario Kart-tal mondjuk mellette, ami még ilyen kartúnos is, azzal pedig boldogságot akarunk belőle kicsikarni, és hihetetlen örömöt. Szóval vissza a kompozícióra. Itt az első, amit megtárgyalnék, azok kompozíciós szabályok. Ez azért fontos, mert amikor önállóan az ember tervez egy karakter, bár akkor is érdemes használni ezeket a szabályokat, de egy környezetben sokkal egyértelműbben tudnak úgy gondolom megjelenni. Ezek, amiket itt bekarikáztam, azok a képnek a harmadoló pontja környékén lévő területek. Harmadoló pontnak azt hívjuk, amikor elmetszük a képet két-két vonallal, ezek találkoznak, és ez a pont egy fókuszpont, amire kényelmes az embernek odafigyelni. Ez ugye matematikai háttér, kényelmes arányai vannak egyszerűen a képnek, hogyha ezekbe a pontokba belehelyezünk valamit, akkor az ember automatikusan oda kezd majd figyelni. Természetesen ezt is lehet befolyásolni különböző módokon, amikről még beszélni fogok, de alapvetően ezek a kompozíciós szabályok legtöbb esetben működnek. Mellette a harmadaló pontok mellett persze föl lehet sorolni egy csomó másik ilyen szabályt, kezdve az aranymetszéstől, a középpontos szimmetria. Ezeket mind használják a filmiparban beállított képeknél, hogy egy harmóniát vagy akár diszharmóniát keltsenek az emberben, és valamilyen nyomasztó érzetet, vagy éppen kellemes érzetet szeretnének belőle kicsikarni. A következő lépés az volt, hogy természetesen ez a kamera beállítástól szokott függeni, hogy mennyire lehet vele élni, de vonalvezetés. Ennek az a lényege, hogy az ember tudja vezetni a nézőnek a szemét különböző irányokba a kvázi vonalaival a képnek, még akkor is, hogyha ez meg lesz festve. Ezek a vonalak legtöbbször kontrasztos területeken jönnek létre, hogyha azt mondom, megnézitek a képen, a plafon az sötétebb színű lesz, a fal az kicsit világosabb, a kettőnek van egy tónusértékbeli kontrasztja, sötét-világos, és ott megjelenik egy vonal. Ahol kevésbé van különbség mondjuk tónusértékek színek között, textúrában, ott kevésbé jönnek létre kontrasztos helyek, ott pedig el lehet mosni ezeket a vonalakat, hogyha nem akarjuk, hogy ott legyenek. A lényeg az, hogy én ugye az emberhez akartam vezetni a fókuszpontot. Ez azért is fontos, mert kulcsképkockáknak általában az ember a főszereplője, vagy valamilyen lény, vagy valamilyen cselekvés, robbanás, nem tudom én, merülő tenger alatt járó, bármicsoda, de a szereplője a képnek a lényeg általában. A környezetet pedig ugye így tudjuk felhasználni arra, hogy még jobban integráljuk, még jobban belehelyezzük és egységesebbé tegyük a karakterrel együtt, hogy olyan érzetet adunk, hogy valahogy oda akarunk nézni, oda vezetjük a szemet. A következő lépésben azon gondolkoztam el, hogy ezek a
formák, ezek a különböző síkok, ezek milyen textúrával bírhatnak. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk a plafonon ott gerendákat képzeltem el, ezek a kameranézetünk miatt középfelé összetartanak vonalaival. Akkor ez viszonylag sűrű, mivel több kisebb elemből álló felület, mellette mondjuk a fal előtt ott lesz egy függöny, az szintén a redőzete miatt egy sűrű, kisebb elemekből összeálló nagyobb darabot képez. Ugyanez azt szeretném, hogy szerettem volna, hogy ott a szembe lévő ablaknál ott le legyen ereszve a redőny. Ennek szintén egy ilyen értelme volt, hogy ott is több kisebb elemből áll a redőny maga, és akkor ott megint kicsit sűrűsödnek az elemek. Akkor a jobb oldalra, alulra, oda azért pakoltam szintén ennyivel több cuccot, mert ott is egy ilyen tömörtséget akartam. És akkor, hogyha megnézitek, akkor bal oldalt a padló, ott viszonylag nagyobb az üresség. Ott kevesebb az elem, összesen csak a fő karakterünk áll ki belőle, és ez például kompozíció szempontjából ott megint egy nyugalmasabb területet biztosít az embernek, ahova a sok, nagyon sok részlet után szívesen elvándorol a személy, és ott meg tud egy kicsit nyugodni. De ebbe természetesen, mivel belelóg a figura, ezért átvezetjük megint csak a fókuszpontunkra. Megint visszatérnék ehhez a képhez, mert akkor, hogyha már a kompozíciónál tartunk, akkor a kontrasztok is nagyon fontosak. Több értékbeli kontraszt is létezik. Ez a legelső, ami itt van, a tónus kontraszt. Egyszerűen annyi, hogyha világos elé sötétet teszünk, akkor ez oda vonza a szemet úgy általában az embereknél. Ahol kisebb ez a fajta kontraszt, oda kevésbé fognak oda nézni, vagy megint csak tudjuk irányítani, hogy hova szeretnénk fókuszpontot tenni a képre. És ezek mellett mondjuk a kontrasztoknál még beszélhetünk színbeli kontrasztról. Itt mellette, hogyha egy kék és egy kékes-zöld árnyalat van egymás mellett, az hasonlít egymásra, de hogyha kék mellé pirosat teszünk, akkor megint ott egy olyan hely keletkezik, egy olyan terület keletkezik, ami nagyon kiüti az ember szemét, és nagyon oda akar nézni. A harmadik az pedig az élénkség, telítettség szerinti kontraszt. Itt, hogyha mondjuk két piros szín, vagy hasonló meleg szín van egymás mellett, és az egyik sokkal telítettebb, teljesen élénk piros, a másik pedig egészen szürkés, az megint tud teremteni egy ilyen kontrasztot, ami oda vonza az ember szemét. Ezekkel lehet mértéktelenségig játszani a képeken belül, hogy az ember a környezetben mondjuk nagyon sok kéket tesz, a karakter ruhája az piros lesz, akkor az nagyon-nagyon oda vonza az ember tekintetét, még akkor is, hogyha alapvetően a szürke skálán mozogva a tónus értéke az nem sokkal nagyobb vagy kisebb a karakternek a környezeténél. Nagyon fontos még a referenciagyűjtés. Itt ez főleg a fényekhez, színekhez, hangulathoz, hogy ezt rendesen be tudjuk lőni, meg kell találnunk a megfelelő képeket, amik alapján ki tudunk indulni. Itt természetesen stílusbeli referenciát is kereshetünk, ami egy adott képregénynek, egy adott filmnek, egy adott animációnak, bárminek a stílusában van megrajzolva. Ezt megint csak a projekt adja, hogyha éppen egy kartúnos, animációs filmhez dolgozik az ember, akkor valószínűleg nem háborús képeket fog megtalálni magának referenciának, mert az kicsit furcsa lenne a végeredmény. És itt mondjuk arról szeretnék még beszélni, hogy miért fontos az, hogy az ember használjon mindig referenciát. Ezt én is elkövettem, ezt a hívát még nagyon régen, amikor elkezdtem foglalkozni a látványtervezéssel, illusztrációval. Autodidakta módon tanultam, és kellett szelektálni ugye a nagyon-nagyon sok online anyag közül. És
És nem nagyon hallottam vissza azt, hogy hogyan terveznek az emberek, hogy mennyi referenciát használnak, mit gyűjtenek, miből indulnak ki azok, amiket a demóban bemutatnak, csak ott volt az, hogy fogja, fölrajzolja, rohadt jól néz ki, és így, hát oké, én is elkezdem rajzolni, de nekem nagyon nem úgy fog kinézni. És utána, amikor elkezdtem már megtalálni én régebb óta a szakmában dolgozó embereket, találkoztam is velük élőben, és utána később tudtam is tőlük tanulni, akkor jött ez elő nagyon sokszor, hogy az embernek azért kell referenciát használnia, mert egyszerűen nincsen meg alapvetően csak a látáson keresztül az ember agyában egy olyan könyvtár, amiből ki tud válogatni különböző elemeket, amikből összeáll a kép. Ehhez vagy nagyon-nagyon sokat kell egyfolytában rajzolni, vázlatolni, sketchbookkal festeni, hogy ezek megragadjanak, és föl tudjon az ember építeni egy vizuális könyvtárat, amiből tud referencia nélkül is dolgozni. De amikor még nincsen meg ez a könyvtár, amihez hozzá tud nyúlni bármikor, akkor muszáj elővenni a Google-t, a Pinterest-et, stockfotó oldalakat, bármicsodát, ahol megtaláljuk a nekünk megfelelő képet, mert különben nem azt fogjuk tudni kihozni magunkból, amit elképzeltünk fejben, és ez nagyon sok esetben különben demoralizáló is tud lenni, hogyha az ember nem figyel. Ugyanez igaz ugye minden területre, fénykezelésre, színekre, hogyha az ember gépeket akar tervezni, akkor természetesen gépeket fog megtalálni referenciának. Ebben az esetben én egy nagyon jó művésznek a képét találtam meg, ami a jobb oldalt látható Jun Ling által készített kép, azért is mondom, mert azt hiszem elfelejtettem odaírni. És a bal oldalinál fölül ott megtetszett az, hogy a nappali fényben valami beszűrődik a műhelybe. Alapból nem volt ennyire élénk a színe, de ezt egy kicsit megbuheráltam Photoshopban, mert nekem az alaphelyzet tetszett, de nagyon picit más élt a fejemben, és megpróbáltam ahhoz hozzáigazítani a fényképet. Ez nagyon sokszor különben hasznos szerintem, mert főleg a filmeknél, animációs filmeknél, ott egy megadott színskálára, vagy valamilyen filterrel vannak belőve a jelenetek. Ezt mondjuk főleg szerintem a DC-nél lehet nagyon észrevenni. Nagyon erős pirosak, nagyon erős kékek. És sokszor el kell húzni a normálistól, a valóstól a fényeket és a színeket, mert akkor lesz egy olyan harmónia, meg egy olyan érzés, amit át tud adni ez az egész. Az alsó kép bal oldalt, ott pedig megint csak a fényszituáció az, ami nekem megtetszett, hogy nagyon erős napsütésben mennyire kékek tudnak lenni az atmoszférától a fák. Hát itt a festésnél azzal kezdődött, hogy kompozíció alapján, amit még megterveztem korábban, ott fölépítettem az alapsíkokat, alapszínekkel kitöltve. Itt magában a festés folyamatában nem fogok túl sok lépésben belemenni, mivel lehetne szerintem másfél napot eltölteni azzal, hogy a különböző technikákat átbeszéljük, mert nincsen két kép, ami ugyanúgy készül egyrészt, meg másrésztről, amit még korábban is mondtam, hogy nagyon vegyes az, hogy mikkel kell éppen dolgozni. Ez ebben az esetben egy általán választott viszonylag gyors technika, amikor megcsinálom az alapkitöltő színeket, utána én kezdek ráárnyékolni, és végül ezek mind külön rétegen vannak kezelve, és végül ezeket egybe dolgozom egy rétegen, és hogyha kell, akkor még igazítok a színeken és a fényeken. Szóval, hogy a kompozíció alapján is látszódik, egy nagyjából közép tónus kapott a karakter, és világos felület elé került, hogy ott ilyen nagyon-nagyon szemet piszkáló legyen, és nagyon oda akarjon nézni az ember. A feje az nagyjából pont az egyik harmadoló pontnál van, megint csak kompozíció szempontjából oda vezetjük az embert. A
vonalak ugyanúgy, amikről beszéltem, ezek a kontrasztok által kijelölt vonalak megmaradtak, sötét mennyezet és világosabb fal. Ott a legelső változatban ugye a plafon alatti kis valami ilyen lambéria-szerű, csak magasan lévő csík az nem volt ott, de gondoltam, hogy az nem árt, hogyha még pluszban tudja vezetni a szemet. Alapvetően és mellette színekben abban gondolkodtam, hogy nagyjából egységes színskálán mozogjon. Megint visszatérve még a referenciákhoz, ott azért húztam el még nagyon kékesbe a bal felső képet, mert alapvetően az árnyékban lévő részei a képnek, azok egészen meleg árnyalatúak voltak. Van erre egy alapszabály, hogyha hideg a fény, akkor az árnyék meleg lesz, hogyha meleg a fény, akkor az árnyék hideg lesz. Ebben az esetben ugye meleg árnyékot kaptunk, és ez az, amit egy kicsit szerettem volna visszahúzni a kék felé, hogy ne legyen annyira nagy a különbség a fény és az árnyék között. A másik pedig az volt, hogy ez majd a végső képnél látszódni fog. Nagyon-nagyon erős beszűrődő fényt szerettem volna ezen a képen. Ez megint csak az baloldali referenciák mindkettője, de igazából a másik is hozzá adott. És utána elkezdtem festeni. Itt mindent manuálisan ebben az esetben, mert ezt azért teszem hozzá, mert nagyon sokszor, mondjuk főleg a szórakoztatóiparon belül nagyon rövid határidőkkel kell dolgozni. Volt olyan eset, amikor délután 5-kor hívtak föl, hogy másnap délelőtt 11-re kéne még megcsinálni nagyjából 6-7 darab látványtervet, mert kifelejtették még a hétfő anyagból, amit elküldtek. Viszont az ő megrendelőjük, a megbízó cég, ő pedig jönni fog, és le kéne neki adni a cuccokat. Úgyhogy az volt például az az eset, amikor így minden elvégeztem arra napra, amit elterveztem, és akkor este 11-kor Roni ABC energiaital, és akkor még hajnali 3-ig lehet dolgozni. De hogy ezeket az időket minél jobban le tudjuk rövidíteni, muszáj csalni nagyon sokszor a képeknél. Én például a legjobban azt szeretem, hogyha végig tudom festeni ezeket a képeket teljesen manuálisan, Photoshopban, de ezekre nincsen mindig idő, ezért például, hogyha sietnem kellett volna, akkor a plafonhoz letöltök valahonnan egy parkettáról készült fotót, egy textúrát, betorzítom perspektívába, egy kicsit átállítom a színeket, és akkor készen van, de szerencsére most volt idő rá, úgyhogy meg lehetett festeni az egészet. Aztán szépen, ahogy mondtam, hogy minden külön rétegen volt, látszódik, hogy külön áll a függöny, fal, minden, ezek egymás fölötti rétegeken voltak elhelyezve, ezekre magukra úgy dolgoztam rá, hogy külön-külön elemeinként is ki tudjam kapcsolni, vagy esetenként odébb tudjam tenni a tárgyakat, amik ott vannak a jelenetben. Ez azért is fontos, mondjuk ez főleg amikor már megrendelésekre dolgozik az ember, mert sokszor elkérik tőle a Photoshop fájlokat, mert meg szeretnék nézni, hogy hogyan dolgozott, vagy esetleg a stúdiónak, megrendelőnek kell az olyan belső munkához, hogy ők még valamit abból újra akarnak használni, vagy lehet, hogy később át akarják csinálni, egyszerűbb velük dolgozni. Úgyhogy érdemes rendben tartani a rétegeket, és nem túl nagy káosz hagyni az embernek maga után. Ezt még én sem tudom mindig rendesen csinálni, de szerencsére a nagy többségében nem kérik el a Photoshop fájlokat. És igen, szóval fölkerültek az alaptextúrák, utána minden kapott egy árnyékréteget, minden kapott egy fényréteget, így nagyon egyszerűen lehet fölépíteni úgy a képet, hogy az embert ne nyomja agyon nagyon a színeknek, a tónusoknak, a perspektívának, minden egyébnek az egyszerre történő tervezése. Az ember először fölrakja a perspektívikus vázlatot térben, utána a kitöltő színeket, hogy akkor
megvan a színbeli tervezés a jelenetnek, majd utána a fényekkel és az árnyékokkal úgy külön foglalkozik, hogy akkor már csak a fényhelyzetet, a fényirányát kell reprodukálnia. És akkor utána jött végül az utolsó fázis, amikor, mint mondtam, ez az ilyen filterezés kb. Ezt szokták így a posztprodukciónak nevezni, mert már minden egyben van a jelenetben, de akkor még ráhúznak egy réteget valamilyen utómunka keretében, hogy egységes legyen a színkép, vagy egyszerűen csak más terveztek el, mint amit csinált az illető, akármi ilyesmi. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én arra gondoltam, hogy esetleg kérdések, hogyha vannak, akkor azokat nagyon szívesen fogadok. És mellette még előtte egy kicsikét beszélnék arról, hogy még a magam keretében az elérhetőség mellett csinálunk egy rendezvénysorozatot Art Network Budapest névvel. Nem tudom, hogy valaki hallott-e már róla. És ennek az a lényege, hogy a Budapesten dolgozó, alkalmazott művészetben, szórakoztatóiparban és társterületeken, képregényrajzolásban, illusztrációban, minden ilyesmiben dolgozó vagy ezeránt érdeklődő embereket, pályakezdőket összegyűjtse, egy networking lehetőséget biztosítson nekik, és meg tudják egymást ismerni, valamint havonta egyszer egy ingyenes előadást szervezünk, amikor a főleg szakmabeli már régóta dolgozó és nagyon profi előadókat hívunk el, és ők beszélnek lélektani dolgoktól kezdve munkafolyamatokig mindenről, bármi, ami kötődik az alkalmazott művészeti szakmához. Sajnos erre diát elfelejtettem betenni, de hogyha érdekel titeket, akkor nyugodtan gyertek ide, és akkor elmondom az elérhetőségét, vagy egy leírom, vagy kaptok egy névjegykártyát, vagy valami. Szóval még egyszer nagyon köszönöm a figyelmet, és kérdések, hogyha vannak, akkor szívesen fogadom.